Tudjál álmokra várni, ahogy ők tudnak várni rád. Az éber csak így nem csalja meg magát. Szilágyi domokos szavaival, nagy szeretettel köszöntöm tanárainkat és a végzős diákokat, a Lónyai Menyhér Baptista Technikum és Szakképző Iskola szalagavató ünnepségén. A koronavírus járvány a szalagavató ünnepség esetében is teljesen átírta idén a forgatókönyvet. De nagy napon a pillanat az övék. És bár szerényebben, de közös lelkiségben ünnepelhetünk. Hiszen a szalagavató a ballagás után az iskola második legnagyobb ünnepe. Mindkettő az egyivé tartozásról, ugyanakkor már a búcsúzásról, a továbblépésről szól. Az itt eltöltött 3, illetve 4 évnek meghatározó állomása a szalagavató, amely magába sűríti a megtett utat, valamint figyelmeztet a megmérettetésre, az érettségi és a szakmunkás vizsgák közelettére. Mert a nagy kérdés nem az, mit hoz a holnap, az igazi kérdés, mit hoz a tegnap. Kedves tanáraink! A mai napon végzőseink kapják meg a szalagot, ennek megünneplésére gyűltünk itt össze. Fogadják szeretettel a bevonuló végzős diákokat. A 11. D osztály végzős diákjai vonulnak be elsőként. Ők épület és szerkezetlakatosok, valamint heggesztők lesznek tanulmányaik befejezését követően. Osztályfőnökük Csonka Sándor tanár úr. A 11. E osztály végzős diákjai vonulnak be következőként. Ebben az osztályban eladó és szakás tanulók készülnek fel választott szakmájukra. Osztályfőnökük Dérné Cseresnyi és Anikó tanárnő. A 11. F osztály végzős tanulói következnek, akik a cukrász, pék és a pincér szakma alapjait sajátíthatják el iskolánkban. Osztályfőnökük Tóth Kornélia tanárnő. A 12. A osztálytanulói érkeznek, akik az informatika, rendészet, ágazat képzésében vettek részt. Osztályfőnökük Csetánya tanárnő. Végül a 12. B osztály tanulói következnek, akik a vendéglátóipar ágazat képviselői. Osztályfőnökük Pappalusi Angéla tanárnő. City
Ünnepségünk kezdetén, kérem, énekeljük el a himnuszt. Hallgassuk meg Parag Veronika 12. B osztályos tanuló előadásában a Szalagavató ura című verset. Egymásra nézve, talán először érezzük mindnyájan, igen, ez egy olyan pillanat, olyan, mikor nem számít az, hogy mennyi mindent másképp látunk, a lényeg, hogy itt együtt állunk, s tényleg osztályá váltunk az elmúlt 4 év alatt. Intsük hát búcsút az elmúlt éveknek, s öleljük magunkhoz boldogan, mi még megmaradt. Most kéz a kézben állunk itt együtt. Útra készen mosolygunk egymásra, s nem gondolunk másra, csak arra, mi emlékkészel időt. Ez legyen az útra valónk az igazi világban. Bejártunk országokat, láttunk idegen tájakat. Kisebb-nagyobb csoportokban gyűjtöttünk tapasztalatokat. Néha csalódtunk, lázadtunk apróságok miatt. Voltunk közönösnek látszó, de mégis lelkesen munkálkodó hangyacsapat. Tudtunk együtt dolgozni, ha úgy hozta a feladat, s bátran kiálltunk képviselni az igazat. Nem féltünk az újítástól, kerültünk minden sablonosat, s elhittük, légy boldog, ez jelmondatunk maradt. Nem mindig voltunk jók, vonzottuk a harcokat, mondtak minket inkorrektnek, cinikusnak, bár csak félreértettek voltunk, s ebből lett harag. Sokszor dacoskodtunk, feszegettünk határokat, nem akartunk senkit sem bántani, csak gyermekszívvel védtük önmagunkat. Most kéz a kézben állunk itt együtt, útra készen mosolygunk az álmainkra. Nem gondolunk arra, mi rossz volt, csak arra, mi örök emlék marad. Egymásra nézve, talán először érezzük mindnyájan, igen, ez egy olyan pillanat, olyan, mikor nem számít az, hogy hányféle egyéniségből áll a csapat. A lényeg, hogy itt együtt állunk, s tényleg osztályá váltunk az elmúlt 4 év alatt. Az őszinte és megható gondolatok után felkérem Mayer Ibolya igazgatónőt ünnepi beszédének megtartására. Kedves ünneplő lónyaisok, nagyra becsült kollégáim!
Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket a Lónyai Menyhért Baptista Technikum és Szakképzőiskola szalagavató ünnepségén. A járványhelyzet miatt az idei szalagavató nem a megszokott formában kerül megrendezésre. Hosszas mérlegelés után csak a végzős diákok és osztályfőnökeik vehetnek részt a szalagtűző ünnepségen, amelyet a szülők, rokonok, barátok egy későbbi időpontban tekinthetnek meg az interneten. Sokan gondoljátok most azt, hogy hát nem így terveztük. Elárulom nektek, mi sem. Higgyétek el, nekünk is rossz látni a szomorúságotokat. A világjárvány megjelenése váratlan csapásként ért mindenkit. Idézhetnénk Kölcseit erről a fordulatról, haj, de bűneink miatt gyűlt harag kebletben. Nem tudjuk, mi volt Isten terve ezekkel a változásokkal. Az viszont látható, hogy a járvány megmutatta, mennyire gyorsan megváltozhatnak körülöttünk is a dolgok rossz irányba. Szinte egyik napról a másikra másként kellett dolgoznunk, másképp élünk otthon a családunk körében, másként kell boltba járni, másképp kell tartani a kapcsolatot szeretteinkkel, barátainkkal. Sajnos a félelem és a bizonytalanság lett úrrá rajtunk, s főleg azért is, mert tudjuk, hogy még nincs vége. Most azonban a miértek helyett, a hogyanokra kell keresnünk a válaszokat, a problémák boncolgatása helyett a megoldásokat kell megtalálnunk. Persze nehéz vigasztaló szavakat mondani, hisz egy középiskolás ezt az ünnepet tekinti élete egyik legszebb pillanatának. Közhelynek tűnő igazságokat viszont mondhatunk. Megtanuljuk átérezni, hogy vannak fontosabb dolgok is az életben, mint a mi szórakozásunk. Egymásra kell figyelnünk arra, hogy minél kevesebb veszélyt jelentsünk egymás számára, szüleinknek, nagyszüleinknek. Tartsuk be a védekezés javasolt protokollját, amelybe apró kényelmetlenségek, mint a maszkviselés, fertőtlenítés és távolságtartás beletartoznak, és természetesen nagyobbak is, hogy lemondok a szórakozásról, az összejövetelekről. Kedves szalagtűzésre váró diákok! Elgondolkodtató a szalagavató elnevezés. Egy összetett szó, szalag plusz avató. Mire való a szalag, minek a jelképe? Már rögtön a születésünkkor szalagot kapunk, karszalagot, amelyre ráírják a nevünket, édesanyánk nevét és a születésünk időpontját. Ez is jelzi, hogy egy családhoz tartozunk. Később a nagyobb lányok haját szalaggal szokták díszíteni, hogy még csinosabbak legyenek, de ez egyben azt is jelzi, hogy még eladósorban vannak. Az iskolai megemlékezések alkalmával szalaggal átkötött koszorút helyezünk az emléktáblákhoz, ez a szalag a tiszteletadásunk jele. Ballagáskor szalagot kötünk az iskolazászlóra, búcsúzásunk jeleként. Az új középületek átadásakor nemzeti színszalagot szoktak ünnepélyesen elvágni, amely azt jelzi, hogy az épület az egész nemzeti. Közeli rokonunk halálakor a ruhánkon fekete szalag jelzi gyászunkat. Holnap meggyújtjuk a szalaggal díszített adventi koszorún az első gyertyát, hiszen advent első vasárnapja lesz. Kit vagy mit szoktunk avatni, minek a jele az avatás? Mikor ide kerültetek, pár hét elteltével verőbeavatásban volt részetek, ezzel fogadtak be titeket idősebb diáktársaitok. Minden év augusztus 20-án tisztavadást szoktak rendezni az országház előtt, ezzel kezdik meg szolgálatukat a katonatisztek. Amikor elkészül végre egy családi ház, házavatót tartanak örömükben az emberek. Amikor vértanú halált hal valaki, szenté avatják, hogy példaként állítsák a többi keresztény elé. A szalag jelkép, az avatás jel, de nem ezek a fontosak, hanem amit jelölnek. Hamarosan feltűzzük rátok az iskola jelvényét körülvevő szalagot. Ez a szalag rajta iskolánk névadójának arcképe, és az évszám jelzi, hogy ide jártatok, hogy mi, lónyaisok, diákok és tanárok összetartozunk. Ez a szalag még szebbé tesz titeket, és jelzi, hogy szinte már felnőtt sorba kerültetek, nem sokára máshol folytatjátok a tanulást, vagy a munkaerőpiacon helyezkedtek el más-más munkakörben. Ez a szalag a tiszteletünket fejezi ki felétek, és a búcsúzás évének kezdetét is jelenti. Figyelmeztet, hogy másokért, egy szebb és jobb világért kell építenetek tudásotok épületét. Ez a szalag egy kicsit a szomorúságunk jele is, hogy nem sokára elhagyjátok iskolánkat.
Ezzel a szalaggal már verebekké, már nem verebekké, hanem leendő felnéttekké avatunk titeket. Ezzel a szalaggal örömmel avatunk fel benneteket, mert mindjárt elkészültök, felkészültök az életre. Kedves végzősök! Történt egyszer, hogy egy indián sétált egy nagy amerikai városban a nem indián barátjával. A New York-i Times-el környékén jártak. Éppen csúcsidő volt, tehát sokan nyüzsögtek az utcákon. Az autósok nyomták a dudákat, a taxisok csikorogva fordultak be az utcasarkokon, a város zaja szinte süketítő volt. Egyszer csak megszólalt az indián. Hallok egy tücsköt. Az nem lehet, mondta a barátja, ekkora zajban hogy lehetne meghallani egy tücsköt. Biztos vagyok benne, hallottam egy tücsköt, mondta az indián. Ez őrültség, mondta újra a barátja. Az indián viszont egy kis ideig türelmesen figyelt, majd elindult az utca másik oldalára, ahol néhány bokor nőtt. Az ágak között tényleg megtalálta a tücsköt. A barátja elcsodálkozott. Ez lehetetlen, neked természet fölötti hallásod van. Nem, válaszolta benszülött, az én fülem semmiben sem különbözik a tiétől, a dolog csak azon múlik, hogy mire figyelsz jobban. Ez lehetetlen, én sose hallanék meg egy tücsköt ilyen zajban. Nem, nem, ez lehetetlen, hitetlenkedett tovább a barátja. Az egész csak azon múlik, hogy mi a legfontosabb neked. Figyelj, bemutatom. Az indián kivett a zsebéből néhány érmét, majd a földre ejtette azokat. 30 méteres körzetben minden fej megfordult, hogy vajon az érme, amit csörrent, nem az övéke. Látod már, hogy mire gondoltam? Minden azon múlik, hogy mi az, ami fontos számodra. Mi az, ami fontos, mi az, amire figyelünk? Itt és most ti vagytok a legfontosabbak nekünk. Rátok figyel az iskola valamennyi dolgozója. Az előttünk álló hetekben, hónapokban is, mint mindig, az lesz a legfontosabb számunkra, hogy vigyázzunk egymás egészségére, és felkészítsünk benneteket az érettségi és szakmai vizsgára. Nektek vajon mi a fontos? Mi lesz a fontos a következő 5 hónapban? Kérlek benneteket, hogy most magatokban válaszoljátok meg ezt a kérdést. Nagyon bízom benne, hogy mindenki ugyanarra a dologra gondolt, és hétfőtől akaratban és elszántságban megerősödött végzősökkel találkozunk a tanórákon. Kedves kollégáim! Harc van az iskola és az élet között. Mi bizonyosak vagyunk, hogy az élet marad a győztes, s a mai iskola fog megváltozni gyökeresen. Írta sok-sok évtizeddel ezelőtt Nagy László, a reformpedagógia jeles hazai képviselője. Ma is mennyire igazak ezek a gondolatok, de az iskola ilyen hirtelen és gyökeres megváltozására senki sem tudott felkészülni. Végzőseinkkel együtt hálával és köszönettel tartozom nektek, különösen az utóbbi másfél évért, mert a digitális tanrend nehezített körülményei ellenére is igyekeztetek motivációt és támogatást nyújtani diákjaitoknak, törekedtetek megteremteni a biztonságos iskolai környezetet. Kedves ünnepeltek, mit is jelenthet számunkra ez az ünnep, ez a csonka, ám mégis valódi szalagavató? Legyen ez a szalag számotokra a valahová tartozás, az új utakra készülés, a tisztelet és a búcsú szalagja, amellyel felnőtté, magyarrá, felkészülté avatunk titeket. Viseljétek méltón ezt a szalagot. A teljes iskola közösség nevében szeretettel gratulálok nektek, és kívánom, hogy a tanév előttünk álló részében eredményesen küzdjetek meg a kihívásokkal. Gabriel García Márquez Nobel-díjas író egyik gondolata így hangzik: a rajtunk most átvonuló zivatar annak előjele, hogy egünk nem sokára kiderül, s jobb napokat fogunk látni, mert lehetetlen, hogy akár a baj, akár a jó örökké tartson, s ebből az következik, hogy mivel a baj már soká tart, a jónak közel kell lennie. A fenti sorok igazságtartalmában bízva remélem, hogy a májusi ballagásotokon már szeretteitekkel együtt köszönhetünk, ünnepelhetünk benneteket. Sok áldást kívánok további életutatokra, és nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Mindannyiunk nevében megköszönöm igazgatónő szívhez szóló ünnepi gondolatait, bíztató, felelősségébresztő szavait. A következő percekben iskolánk végzős tanulói a meghívta, hogy vízre lépjek kezdetű keresztény dalt adják elő. Hallgassuk őket szeretettel!
Itt vagyunk hát, együtt ünnepelve. Megállunk kicsit, visszanézünk. Kedves ünnepeltek! Vártátok ezt a napot. Mindenki máshogyan, és ennek megfelelően most mindenki más és más lélekkel van itt. Hallgassuk meg, milyen érzésekkel és miként emlékezik az elmúlt időszakra Barta Dóra, 12. B-osztályos tanuló. Kedves tanárok, kedves végzős diáktársaim! Ma van az a nap, amikor megünnepeljük a pillanatot, megállunk, hogy érezzük a napfényt, és saját szivárványt építsünk. Ma van az a nap, amikor megünnepeljük a lehetőségeket,
és nekivágunk saját kalandjainknak. Ma van az a nap, amikor élünk, és nem aggódunk, amikor időt találunk álmainkra, és arra, hogy higgyünk a csodákban. Itt vagyunk hát együtt, ünnepelve. Megállunk kicsit, visszanézünk. Oly sok mindenért hálát adva, erőt gyűjtünk a holnapokra. Végzősök lettünk, de még nem végeztünk. Egy mérföldkő ez, az utolsó számadásig. A könnyű célba jutás azonban egy álom csupán. Előtte meg kell tanulnunk uralni a káoszt, a kétségbeesést, a dühöt, a lemondást. Csak ezek után reménykedhetünk a felemelkedésben. A szallagavató hagyomány, élmény, emlék és jelkép egyszerre. Élmény mindazoknak, akik most jelen lehetnek. Vártuk ezt a napot, mindenki máshogyan. A szívünk is díszbe öltözött, hiszen a dal nekünk zeng. A vers rólunk szól. Nekünk, rólunk, a végzősökről, akik örülünk a dalnak, ennek a derűs napnak. De nem volt mindig móka és kacagás itt az élet. A vidám, önfelett napokért és a sikerekért azonban köszönetet kell mondanunk tanárainknak, akik féltő gondoskodással és szeretettel vettek körül minket. Kitartó türelmükre nagy szükség volt az évek alatt. Amikor felvonultunk a szalagtűzéshez, akkor picit meghatódtam. Tényleg elérkeztünk idáig, és ott lesz rajtunk hétfőtől. A feltűzött szalag jelzi, hogy hamarosan véget ér számunkra a középiskolai élet, és helyünkbe lép a következő évfolyam, akiknek baráti jó tanácsként azt mondom, hogy igyekezzenek még nálunk is jobban élni a Lónyai adta lehetőségekkel. Tanuljanak, mert van kitől. Mókázzanak, mert van kivel. Mi már tudjuk, kár ezekből bármit is elmulasztani. A jövővel kapcsolatban nem sok tanácsot tudok adni magunknak, hiszen csak 18 éves vagyok. Annyit mondok csupán, hogy merjünk olyat tenni, ami pillanatnyilag jó ötletnek tűnik, mert a végén kiderülhet, hogy tényleg az volt. Higgyétek el, megéri. Megéri együtt lenni, megéri egymásra figyelni, megéri egymás segíteni, megéri megmutatni szüleinknek, hogy nem volt hiába való az áldozat, amit értünk hoztak az elmúlt 18 évben. Annyi mindent kéne még elmondanom, s ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Köszönjük Barta Dóra, 12. B osztályos tanuló őszinte gondolatait. Valóban, a könnyű célba jutás egy álom csupán. Előtte meg kell tanulnunk uralni a káoszt, a kétségbeesést, a dühöt, a lemondást, és csak ezek után reménykedhetünk a felemelkedésben. Ez a pillanat olyan különleges, amit az ember életében egyszer élhet át csupán, és amit ti most. E pillanat visszatekintés a közösen eltöltött időkre, amit soha nem fogtok elfelejteni. Következzen hát a várva várt pillanat, a szallagtűzés. Felkérem az osztályfőnököket, hogy tűzzék fel tanítványaiknak a szalagokat. Elsőként a 11. D osztálytanulóit díszíti majd az öreg diákok szimbóluma.
Felkérem az osztályfőnöküket, Csonka Sándor tanár urat a szalagok feltűzésére. Bori Zoltán Ernő. Kondor Lajos Gyula. Varga Gergő. Gajdos Imre Tamás. Tóth Patrik. Sajó Rihárd. Horváth Máté. Lakatos Oszkár. Váradi Zsolt. Gulyás Szabolcs. Váradi Tamás. Cseszlai Tamás. Lakatos Sándor. Algács István Dominik. Világ Márk. Lőkös Roland. Horváth László. Bákai Miklós. Most pedig Csonka Sándor tanár úrnak és Himcsuk István volt osztályfőnöküknek tűzik fel a szalagot végzős diákjaik. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. Feel not good enough. A 11. E végzős diákjainak és osztályfőnökük Dérné Cseresnyi és Anikó tanárnő adja át a szalagokat.
Felkérem tanárnőt a szalagtűzésre. Bauman Egon Roland. Orosz Jennifer Julianna. Rózsa Rita. Bognár Bella. Olá, Mónika. Zambó Dorina. Petrohai Alexandra. Lakatos Hajnalka Jászmin. Fabu Levente. Hamzó Tünde Krisztina. Balog Dominika. Gergely Jászmin. Lakatos Noémi Adrien. Horváth Lívia. Szabó Krisztián. Círják Zsanett. Jónás Ruben László. A 11. E osztály végzős diákjai is szalagot tűznek fel osztályfőnöküknek, Dérné Cseresnyi és Anikó tanárnőnek. A 11. F osztálytanulói is osztályfőnöküktől, Tóth Kornélia tanárnőtől kapják meg a szalagokat. Felkérem tanárnőt a szalagtűzésre.
Kis Szabolcs. Szakó Zsanett Erzsébet. Rózsa Beáta. Jónás Szabina Brigitta. Gergely Alexandra. Deák Izabella. Balog Dorina. Varga Károly Márkó. Dufla Csilla. Lakatos Elizabeth. Révész Hajnalka. Varga János. Lakatos Veronika. Juhász Gizella. Rostás Róbert. Erdei Brigitta. Demeter Gábor. Jónás Győző.
Húsoma Ádám. Russo Olivia Imola. Lakatos Róza. Dobos Petra Tíme. A 11. F osztály végzős diákjai is szalagot tűznek fel osztályfőnöküknek, Tóth Kornélia tanárnőnek. Következő pillanatokban a 12. K osztály tanulóit díszíti a szép szimbólum. Megkérem osztályfőnöküket, Csetánya tanárnőt a szalagok feltűzésére. Rakonca Mária. Kócé Valentina. Horváth Fanni. Gerics Alexandra Vanda. Berec Victoria. Rózsa Petra. Dolcsák Tamás. Bancsi István. Balogh Máté. Balázsi Bence Márk. Németh József. Pancsilla János.
Most a 12. A osztály végzősei tűznek szalagot osztályfőnöküknek, Cseh Tánya tanárnőnek. No one is there. Don't you love that? My fault, I fear. A 12. B osztály tanulói szintén osztályfőnöküktől, Papfalusi Angéla tanárnőtől kapják meg a végzős diákok jelvényét, a szalagot. Felkérem tanárnőt a szalagtűzésre. Pax Victoria. Csépke Petra. Parag Veronika. Nagy Dóra Beatrix. Pallai Nikolett. Jablonkai Viktória. Kovács Petra. Barta Dóra. Varga János. Kvárini Marcell. A 12. B osztályosok tűzik fel a szalagot osztályfőnöküknek, Papfalusi Angéla tanárnőnek. Következő percekben végzős osztályok képviselői hálájuk és tiszteletük jeleként szalagot adnak át Májer Ibolya igazgatónőnek, valamint Cserepes Sándor és Varga Zoltán igazgató helyettes uraknak. Kedves végzős diákok! Kívánunk erőt, kitartást utatokra. Ne halványodjon a mai nap emléke soha. Szalagavató ünnepségünk lassan a végéhez ér. Reméljük, kellemes és emlékezetes perceket szereztünk. Köszönjük, hogy átélték velünk ezeket az ünnepi pillanatokat. A 12. B osztálytanulói osztályfőnökük Papfalusi Angéla tanárnő vezetésével hagyják el az ünnepség helyszínét.
a 12. A osztály tanulói osztályfőnökükkel, Csettánya tanárnővel vonulnak el. Felkérem a 11. F osztály végzős diákjait, osztályfőnökük Tóth Kornélia tanárnő vezetésével hagyják el az ünnepség helyszínét. A 11. E-osztály végzős diákjai osztályfőnökükkel Dérné Cseresnyi és Anikó tanárnő vezetésével vonulnak el. Végül a 11. D osztálytanulói osztályfőnökük Csonka Sándor tanár úr vezetésével hagyják el az ünnepség helyszínét.